Üdvözlök mindenkit újra itt, én Szabó Attila vagyok, és a DaVinci Resolve, illetve Fusion oktató videósorozatom következő részében a Multi-Merge nódot fogjuk megnézni, ami valami olyasmi, mint egy nódba tuszkolt, layer alapú szerkesztési lehetőség itt a Fusionben. A példa kedvéért én létrehoztam egy ilyen végletesen egyszerű kompozíciót, ami egy logóból áll, egy piros animált vonalból, egy feliratból és egy kék körből, amit egyszer most így lejátszok, akkor végig megy a piros vonal is, és látjuk, hogy a kompozíciónk az úgy néz ki, hogy legalul van a Fusion logó, következő a piros animált vonalunk, mind a kettőn rajta van a felirat, és az egésznek a tetején ugye a kék kör. Most, hogyha eddig, amíg ilyen sima merge nódokkal dolgoztunk, és mondjuk én azt akartam, hogy a feliratomat ne takarja ki a kék kör, akkor ugye azt kellett csinálnunk, hogy fogtuk például ezt a kék kör elnevezésű elemet, amit innen a munkafolyamatunkból kikötöttünk, akkor mondjuk a feliratot egy kicsit idébb húztuk, majd ezután ezt a kék kört ide belekötöttük újra. És akkor azt látjuk, hogy van a piros vonalunk, ami most a felirat alatt és a kék kör alatt van, de hogyha én azt akarom, hogy a piros felirat a szöveg alatt legyen, de a kék kör fölött, akkor megint itt el kellett kezdenünk variálni ide-oda, tologatni ezeket az elemeket. Most alapvetően egy ilyen négy elemből álló kompozíciónál ez nem olyan nehéz feladat, de ahhoz, hogy ez még egyszerűbb legyen, a 18.5-ös frissítésben megjelent a Multi-Merge Node, úgyhogy én most ezeket a merge nodokat innen ki is törölgetem, és a szokásos belekattintok a munkafelületbe, Shift Space vagy Control Space kereső, ide beírjuk, hogy Multi Merge, már meg is jelenik nekünk, és hogyha ezt ide belekötjük a munkafolyamatunkba, akkor elkezdhetünk ebbe az egy merge-be annyi elemet belekötni, amennyit csak szeretnénk, tehát alapvetően ugyanúgy épül fel, mint az eredeti merge node, van nekünk egy multi-merge backgroundunk, amiben ugye a jelen pillanatban egy ilyen háttérkép, a media in nódunk megy bele. És akkor ezután van nekünk még itt egy multi-merge layer 1, itt ugye foreground volt a sima merge nódban, de ezt a foregroundot cserélték le igazából ezekre a layer bemenetekre, van még rajta ugyanúgy egy effect mask, amiről annyit érdemes tudni, hogy az egész kompozíciónkat fogja maszkolni, tehát nem úgy, mint a merge node-nál, hogy ami egy merge node-ba bele volt kötve egy elem, és azt maszkolta, mivel ide minden elem bele lesz kötve, ezért az egész kompozíciónkat fogja maszkolni, továbbá van egy kimenet. És hogyha azt elkezdem ide szépen belekötögetni az elemeket, akkor azt látjuk, hogy mindig megjelenik egy újabb, pontosan ezt akartam mutatni, megjelenik egy újabb layer 2-es bemenet, és hogyha ezeket ide szépen sorba bekötögetem, akkor mindig megjelenik nekünk egy újabb layer bemenet. És hogyha itt a multi-merge nódot kiválasztjuk, akkor itt jobb oldalon fölül az ablakba kapunk egy ilyen layer listet. Innentől fogva igazából layerekkel tudunk dolgozni, ugye ami más programokra jellemző, mint például az After Effects-re. Ami a nagyszerűsége a dolognak, hogy egyrésztről van ez a layer listünk, de ezeket a layereket mi át is tudjuk egyébként nevezni, hogyha jobban rákattintunk, és itt azt mondjuk, hogy Name Layer 1, akkor azt mondom, hogy Fusion Logo. Ha ide kattintok, akkor itt megint látom, hogy egy kis glow effekttel, vagy valami ilyesmivel kiemelik nekem azt, hogy éppen melyik elem megy bele, ugyanúgy rákattintok, és itt tovább szépen végig át tudunk nevezni mindent. És innentől fogva úgy működik, hogyha például azt akarom, hogy a kék köröm a felirat alatt legyen, akkor a kék kört egész egyszerűen ide átteszem a felirat fölé. Ilyen egyszerűen tudjuk a layereket ide-oda cserélgetni. Még egy érdekesség, hogy ezeket tudjuk egyébként animálni is, a layereknek az elhelyezkedését. Itt például azt szeretném, hogy amikor elindítom a animációt, akkor a piros vonal az elején a felirat alatt megy el, de utána azt szeretném, hogy egy bizonyos ponton váltson, és a felirat a piros vonal alá kerüljön, akkor meg tudom egész egyszerűen azt csinálni, hogy hát itt elmegy egyszer a vonal, és mondjuk ennél a pontnál én azt szeretném, hogy a
a piros vonal a felirat fölé kerüljön. Tehát egy képkockával később ide leteszek egy kulcsképkockát, egy képkockával ugye odén megyek, és ekkor azt mondom neki, hogy a felirat és a piros animált az cseréljen helyet. Tehát így fog kinézni, elindul, majd utána vált. Szóval van még itt jó néhány lehetőség, tehát hogyha például kiválasztok itt egy layert, azt mondom, hogy legyen ez a Fusion logó, vannak itt a különböző beállítási lehetőségeink, tehát itt ugyanúgy tudjuk a különböző paramétereket állítani, méretet, és ugyanúgy tudjuk kulcsképkockákkal animálni is. Ezt egyébként mindegyik layernél külön-külön tudjuk csinálni. További lehetőségeink még, hogyha egy-egy layerre jobb egérgombbal kattintunk, tehát mondjuk nem tudjuk, hogy hol vagyunk. Ugye amikor sok ilyen elemből áll egy animáció, akkor azt tudjuk mondani, hogy go to source, és akkor odaugrik nekünk, a drop shadowból jön ki a kimenetünk és megy bele a multi-merge nódba, ezért ahhoz ugrik oda. Ezen kívül még van olyan lehetőségünk, hogy tudjuk a layereket ugye törölni is, azt most nem szeretném. Következő lehetőségünk, hogyha például itt bizonyos dolgokat elállítgatunk magunknak, és ezután azt mondom, hogy set layer to default, akkor visszaállít mindent egy kattintással az eredeti állapotra, illetve ez a rename layer to match source-ra, ugye vissza tudjuk nevezni arra, ahonnan átneveztük. Na de most vissza. Még itt van egy érdekesség, amit szeretnék megmutatni, mégpedig, hogyha például ideállunk erre a kék kör elnevezésű layerünkre, és azt mondjuk neki, hogy split here, akkor létrehoz nekünk egy újabb multi-merge nódot, és ide a két multi-merge nód közé el tudunk helyezni bármilyen más elemet, akár color korrekciót végezni, vagy alapvetően bármit be lehet tenni a két megosztott fél közé. Na igazából ez a multi-merge nód, ez így nagyjából ennyivel be is van mutatva, ez ugye most jelent meg a 18.5-ös frissítésben, azt gondolom, hogy még fognak ezen csiszolni, eléggé el lehet veszni itt a vonalakban, hogy mi, hova megy, honnan jön, melyik, főleg, hogyha itt a layerenket megcserélgetjük, akkor úgy első ránézésre nem teljesen mindig biztos, hogy mi hol van, de pontosan ezért vannak ezek a lehetőségek, hogy oda tudunk menni a forráshoz, illetve amikor egy-egy layert kijelölünk, akkor ezzel a kis enyhe glow effekttel jelöli, hogy pontosan melyik forrásból származik az a layer. Na, remélem, hogy tudtam ezzel valami érdekeset mutatni, és hogy használható lesz ez a merge node. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!